Ütköző a Kossuth Rádióban. Az Európai Bizottság majdnem 30%-kal csökkenteni 2014 és 2020 között a Magyarországnak járó kohéziós forrásokat. Ez azt a keretet jelenti, amelyből a mostani költségvetési ciklusban az elmúlt 5 év során az itthoni fejlesztések nagy része megvalósult. Már a szocialista kormányok idején is sokan bírálták az eurómilliárdok elosztását, a nehézkes bürokráciát, a kifizetések lassúságát. Szakértők most rendkívüli állapotok bevezetését várják el a jelenlegi kabinettől, hogy ne veszítsük el a még nem lehívott több ezer milliárd forint uniós támogatás jó részét. Mire ment el eddig, és mire költi a jövőben Magyarország a Brüsszeltől kapott pénzügyi forrásokat? A mai ütközőben egyebek mellett erre keressük a választ. Két vendégem, Csepregi Nándor, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkára, valamint Varjú László, a Gyurcsány és Bajnai kormányok fejlesztési államtitkára, független országgyűlési képviselő, a Demokratikus Koalíció politikusa. Jó napot kívánok, én Németh Zoltán vagyok. Jó napot kívánok. Másfél éve tartó kőkemény alkudozás csúcspontja jön a jövő heti brüsszeli csúcson, amikor az Unió 2014 és 2020 közötti költségvetéséről döntenek, nyilatkozta egy ma megjelent interjúban az eddigi főtárgyaló, az európai ügyekért felelős államtitkár Győri Enikő. Az adható összeg függene a gazdaság teljesítményétől, a gazdasági teljesítmény várható alakulásának irányától, valamint a növekedés ütemének valószínűsíthető mértékétől. Magyarország a 2004-es csatlakozás óta először teljesíti az előírt hiánycélt, csökken az államadósság. Miért állunk akkor így a tárgyalások előtt, Csepregi Nándor helyettes államtitkár? Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Hát valóban, ahogy ön is mondja, ez még egy nyitott kérdés. A 28-ai miniszterelnökök tanácsa fog arról dönteni, vagy fogja elfogadni a következő 7 éves periódusnak a keretszámait. De túlságosan nyitott, nagyon nagy az olló számunkra, nem? Természetesen igen, ahogy a államtitkár asszony is erről beszámolt az önáltal említett interjúban, a magyar kormánynak az a célja, hogy lehetőleg minden eszközt megragadjon annak érdekében, hogy a kohéziós forrásokat megvédjük, hiszen ezek nagyon fontosak Magyarország szempontjából. Itt a vita alapvetően mondjuk úgy, hogy két csoportra osztotta a különböző tagállamokat. Egyrészt vannak az úgynevezett kohézió barátai csoportnak a tagjai, 15-en plusz ehhez tartozik még Horvátország is, aki mondjuk úgy, hogy az unió erőszobájában várakozik, és vannak a nettó befizető tagállamok. A gazdasági válság következtében értelemszerűen mindenki minél több forrás szeretne felhasználni. Mi azon az állásponton vagyunk, hogy ezek a források nagyon-nagyon fontosak az ország számára, és amennyiben csökkennek is globálisan ezek a pénzek, ennek a csökkenésnek a mértéke az behatárolható. Nagyon nehéz feladat előtt vannak, mert ugye 30%-os csökkenésről beszélünk, és lehet, hogy már talán az is siker lesz, hogyha maradnak a jelenlegi források. Mire számít ön a jövő héten, hogy ez a 30% csökkenthető, adott esetben nullára, mert azt már meg sem merem kérdezni, hogy adott esetben növekményre számíthatunk-e? Miniszterelnök úr egyértelműen meghatározta ezeknek a forrásoknak a fontosságát. Én nem bocsátkoznék itt előjáróban semmiben. Jövő héten meg lesznek a tárgyalások, és akkor látni fogjuk ezeket a kereteket. Varjú László szerint szűkülhet ez az olló? Nagy a veszélye annak, hogy ez bekövetkezzen, különösen azért, mert láthatóan a megítélés és a nem ebben az időszakban kitalált szabályok, amelyek a gazdaság teljesítményéhez, a várható növekedéshez képest meglévő felszívó képességet, támogatás, befogadó képességet ítélik meg, és bizony ebben Magyarország az elmúlt években alul teljesített. E tekintetben a gazdasága nincs növekvő pályán, sőt recesszióban van, és ezen túlmenően pedig a várható közeljövő is ezt mutatja, tehát na, kevesebb pénzt tudunk csak befogadni. Ez a kormányzás egy még nagyobb recesszióban voltunk. Ettől mindenképpen fontos megjegyezni ennek, azt, bocsánat, hogy... csak azt hadd fejezzem be a gondolatot, hogy a helyzet az, hogy 2005-ben, amikor hasonló helyzet volt, és ugye ezt lehet összehasonlítani, abban az időszakban a tárgyalások éjszakáján, hogyha valaki visszaemlékszik erre, akkor a Gyurcsány Ferenc vezette tárgyaló delegáció nem úgy kevesebbet, hanem plusz 1 milliárd euróval többről tudott megállapodni akkor, és erre azért volt lehetőség, mert ilyennek látták a közeljövőt, a lehetőséget és Magyarország ambícióját ebben. Miközben egy óriási kihívás volt még ezzel egyidejűleg, ami egyébként a mai kormány előtt is ott áll, hogy mit fog kezdeni a közép-magyarországi régióval. Akkor is meg tudtunk állapodni abban, hogy Budapest és a hozzá vagy a környezetében lévő régióban a Pest megye bent tudott maradni ebben a támogatási keretben. Most óriási a veszély,
ez kikerül és megszűnik. Ez még mielőtt odaadnám a szót Csepregi Nándornak, idéznék ebből az Indexes interjúból, amit Győri Enikő adott erre, hogy Gyurcsány Ferenc nagyobb összeget tudott kiharcolni 2005-ben. Győri Enikő így fogalmazott, idézem: nagyon nagy különbség, hogy akkoriban senki nem számolt a válsággal. Olyan növekedési előrejelzést adott akkor a bizottság, ami szárnyaló kohéziós politikát alapozott meg. Az a költségvetési előterjesztés nem számolt a válsággal, a mostani meg úgy csinál, mintha Magyarországon már soha az életben nem lehetne növekedés. Erre mondjuk, hogy egy korábbi számítási hibát ne egy új számítási hibával akarjanak korrigálni. Ez a 2007-es, illetve 8-as világgazdasági válság szerintem képviselő úr szerint is egy olyan új helyzetet teremtett, ami egyáltalán nem teszi összehasonlíthatóvá 2004-es, 4-6 közötti tárgyalásokat a mostani pozícióval. És azt is látni, hogy az Európai Unión belül nagyon-nagyon kevés országban tartható például a költségvetési hiánycél. 2004 óta Magyarországnak most van először az az éve, amikor 3% alatt tartja, és reális esély van arra, hogy kikerülünk a túlzott deficit eljárás alól. Mindezek mellett tudjuk csökkenteni az államadóságot. Többet jósolt, tehát 3,5. Én nem tudom, hogy a bizottság a 2014-es költségvetés ma jelen pillanatban mi alapján látja, mi még nem látjuk, tehát ezeket a jóslatokat sem tudom kellően megalapozottnak tekinteni. Az biztos, hogy az idejében is és a jövő évben is 3% alatt van a hiánycél, és 2004 óta Magyarország most először fog kikerülni a túlzott deficit eljárás alól. Ha a két időszakot összehasonlítjuk, és ugye lényegében itt az előkészítés, a tervezés időszakáról beszélünk, akkor sikerült többet kiharcolni. Abban azért legyen teljesen egyértelmű mindenki számára, hogy ma Magyarország minden állampolgárának az a fontos, hogy ezek a tárgyalások eredményesek legyenek, Magyarország számára minél több forrás jusson, mert lényegében ez az egyetlen forrás, amiből fejlesztéseket lehet megvalósítani, és ezért ezt segíteni kell. Én azokat a tapasztalatokat, amelyeket akkor szereztünk, én azt gondolom mindannyiunk számára rendelkezésre állnak, és remélem, hogy ezeket hasznosítani is tudjuk. Ugyanúgy ez egy közös platform, képviselő úr. Bocsássanak meg, még mielőtt folytatnánk a beszélgetést, hallgassunk meg egy részletet a ma reggeli 180 percből, amelyben Orbán Viktor kormányfő beszélt a jövő heti tárgyalásokról, a riporter Kis Gábor István. Létezik a kohézió barátai nevű kör. A dolog úgy fest, hogy mindenki azt képviseli az Európai Unióban, hogy észszerű költségvetésünk legyen a következő 7 évre. Ebből a gazdag országok azt a következtetést vonják le, hogy akkor ők kevesebbet fizetnének be, hiszen válságban kell nekik a pénz. Mi pedig azt a következtetést vonjuk le, hogy az Unió egyetlen sikeres eszközét, amely sok millió munkahelyet hozott létre és fejlődést hozott, vagyis ez a kohézió nevű intézmény, vagyis hogy a gazdagok pénzeket tesznek be, a kevésbé fejlettek pedig ezekből beruháznak, ezt nem szabadna értelmetlen mértékig csökkenteni. Valamelyest lehet, de értelmetlen mértékig nem szabad. És ez hónapok óta így van, hogy állnak egymással szemben, és az álláspontok nem változnak, ki tudja, ki lesz az erősebb. Nem állunk egymással szemben, hanem miután az idő és az óra ketyeg, ezért közeledünk egymáshoz zárt vonalakban. Ez a találkozás, amilyen lovakkorban készült filmekre emlékezteti az embert, ez november 22-én fog bekövetkezni Brüsszelben. Én is ott leszek az agykirály katonát egyik frontvonalában, és ott összemérjük az érveinknek a súlyát, és hosszú éjszakában nyúló tárgyalások révén akár eredményt is elérhetünk, ha nem, akkor folytatódik a vita. Ugye csak a rendkedvéért itt azért nagyobb halmazról, nagyobb összegekről beszélünk, mint a tervezett valuta alap megállapodása, kiigazító programok együtt. Hát Magyarország esetében arról beszélünk, hogy az elmúlt 7 évben 25 milliárd eurónak lehet tekinteni azt az összeget, ezt most írtam, be kéne szorozni USZKVE 300-zal, ami Magyarországra érkezett. Ez egy akkora összeg, amely lényegében a Magyarországon fejlesztésekre elköltött pénzeknek 80-90%-át jelenti. Most ebből minden csökkenésnek következménye van, tehát az a magyar gazdaság fejlődésére nézve negatív következménye van. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e védeni a korábbi összeget, hanem hogy egy európai elrendeződésben a többiekhez képest mi körülbelül jól vagy rosszul járunk. Mindenképpen azért kell harcolnunk, hogy jól járjunk, és azt gondolom, hogy erre van is esély, csak ki kell tartanunk ebben az érdek összeméréséről szóló küzdelemben. Mennyire hangolhatóak össze a csoport érdekei? Ugye ebben a körben, ahogy Orbán Viktor fogalmazott, benne van Lengyelország is, akik többet kapnak ebből a bizonyos kalapból. Volt egy olyan brüsszeli tisztségviselő, aki azt mondta, hogy lehet nektek több, de akkor az ő rovásukra, Győri Enikő meg azt mondta erre, hogy nehogy már összeurasszák a visegrádi négyeket. Az Európai Uniós döntéshozatali mechanizmusban nagyon fontos az, hogy melyik tagállam kivel, hogyan, miként tud szövetkezni. Amúgy a kohéziós pénzeknél nagyon fontos megegyezni azt is, ami igaz, hogy csak egy áttételes hatás, de nagyon jelentős. Készült tavaly egy lengyel tanulmány, ami
kimutatta azt, hogy minden kohéziós forrás keretében Magyarországra érkező 1 euró, az másfél-két eurónyi megrendelést okoz áttételesen, vagy hoz a nettó befizetők tagállamiban. Ez is egy nagyon fontos ér, de értelemszerűen a nettó befizetők és a saját választóikkal szembe kell megvédjék azt, hogy amikor ezek a nettó befizetők 6-7 tagállamot jelent. Igen, ez a nagy is erőközösséggel bíró tagállamok, ott is azért meg kell védeni a saját választókkal szemben azt, hogy amikor az adott ország a recesszióban van, és a szociális kiadásokra például kevesebb jut, akkor miért tesznek ebbe a kalapba bizonyos pénzeket? A bizonyos baráti körben. Én úgy gondolom, hogy innen lehet-e onnan átcsoportosítani. Vannak értelemszerűen érdekellentétek, de a fő érdek, ami összeköt bennünket, az az, hogy a kohéziós forrásokra szükségünk van, és mi ezeket a közös nevezőket kerestük már akkor is, amikor ezt a kohézió barátjai csoportot kezdeményeztük és létrehoztuk. Varjú László szerint a kohézió barátai barátok maradnak mindig? A helyzet az, hogy kétségtelen tény, hogy ma Orbán Viktor miniszterelnök úr nehezebb helyzetben van. És ennek az oka, hogy a Gyurcsány Ferenc vezette delegációnak, amikor tárgyalni kellett, és Tony Blairrel folytatták ezt a megbeszélést, akkor is léteztek a kohézió barátai analógiát tekintve, és védték ezt a dolgot, de akkor létezett még egy kör, mégpedig a Magyarország barátai kör, ami ma nincsen, és ma nem létezik Európában. Sajnos ez a legnagyobb különbség. És ez a kör igenis támogatta és segítette azt, hogy egy ilyen kontextusban Magyarország fejlődését segítő plusz forrásokkal tudják kiegészíteni az egyébként még akkor is tervezetteket. Tehát én nagyon remélem, hogy ez a helyzet és a miniszterelnök úr tárgyalásait november 22-én elvezetnek oda, hogy igenis legalább a kohézió barátai körében, akiknek ebben az érdekei leginkább egybeesnek, azok összefognak, és Magyarország számára is megfelelő forrásokat jutnak. Ez annyi kiegészítés mindenképpen megérdemel, hogy amikor prosperáló gazdaságról beszélünk, akkor sokkal könnyebb barátokat találni, és értelemszerűen, amikor szűkösebb az elosztható javaknak a mennyisége, akkor pedig mindenre többen startolnak, tehát itt fog kiderülni az, hogy Magyarország hogyan miként tudja érvényesíteni a saját akaratát, de kétségtelen az, hogy maga a külső helyzeti adottságok akkor kedvezőbbek voltak, mint amilyenek most. Ugye a 85%-os uniós támogatásához dukál a 15%. Önrész. A gazdasági válság is hozzájárult ahhoz, hogy az állami és az önkormányzati rész is csökkenőben van, és nehezen kigazdálkodható. Több helyhatóság visszamondta a fejlesztéseket, mert nem volt vagy nem voltak képesek hozzáadni a szükséges részt. Az állam több feladatot átvesz jövőre az önkormányzatoktól. Ez hogyan befolyásolja az eddigi és a jövőbeni fejlesztéseket, Csepregi Nándor? Egyrészt lássuk a kereteket. Tehát ez a 2007-től 13-ig tartó periódusban van ez a 8200 milliárd forintnyi forrás. Ez át van számítva euróból forintra, és hozzá van adva a 15%-nyi önrész. Ezt a forrást nem 13 végéig, hanem 15 végéig kell lehívnunk, és ahhoz, hogy ez ténylegesen sikerülhet-e vagy sem, több feltételnek kell teljesülnie. A kritikusok is azt mondják, hogy az egyik legfontosabb feltétel, hogy 13 végéig, 13. december 31-ig a teljes keretösszegre kötelezettséget vállaljunk, a úgynevezett túlvállalásokkal együtt. Akkor mondjam már meg, hogy most mennyire vállaltunk eddig kötelezettséget. A teljes keretnek a 95%-a már meghirdetésre került, tehát különböző pályázati konstrukcióba elérhető, 85%-a már támogatói döntéssel lekötött forrás, és a tényleges kifizetés az 3100 milliárd körül mozog, ez folyamatosan pörög fel. Majdnem 5000 milliárdot még nem fizettek ki. Így van. Na most nagyon sok. A helyzeti adottságból is látszik, hogy az intézményrendszer azt a munkát, ami a pályázatok meghirdetésére, a források leszerződésére vonatkozik, szinte teljes egészében elvégezte. Nem kérdés számomra az, hogy a 13. december 31-ig meg tudja csinálni. A projekt oldalon kell felgyorsítani a folyamatokat annak érdekében, hogy a projektgazdák, az úgynevezett pályázók kedvezményezettek megvalósítsák a fejlesztéseket, benyújtsák a számláikat, és ezeket lehet ki lehessen fizetni. Az intézményrendszer azokat a számlákat tudja kifizetni, még beérkeznek. Ma nagyságrendileg itt van egy közel 600 milliárd forintos különbség az ideális állapot és a tényállapot. Mindjárt átadom Varjú Lászlónak a szót, de azért a kérdésemben nem kaptam választ, és szeretnék. Az önkormányzatok hogyan tudják ezeket kigazdálkodni? Egyáltalán a feladat átvállalások során ezek az bizonyos önrészeket is átveszik majd az állami intézmények, az állam? Tehát hogy az állam fogja majd kifizetni. Az önkormányzati állami gazdaságtási körbe, tehát a költségvetési körbe tartozó pályázók jelentik a teljes pályázói körnek annak nagyságrendileg 28-30 ezer pályázónak a felét. Valóban a pénzügyi problémák a legnehezebbek, kettő megoldása van erre a kormányra, ami nem csak ötlet, hanem már megoldás is. Miniszterelnök úr
idén júniusban jelentett be két intézkedés. Az úgynevezett a kormányzati önerő alap. Ez azt jelenti, hogy ebből az önerő alapból az önkormányzatok, az államközgatási intézmények lehívhatják azt az összeget, amelyek a projektek elindításához szükségesek, és amikor megvalósították ezt a projektet, akkor ezt a pénzt, amikor ténylegesen elszámoltak az unióval, akkor visszaadják ebbe a kalapba, így pedig mások is ebből lehívhatnak összegeket. Erre az önerő alapra már több mint 900 igénylés érkezett, és folyamatosan várjuk is az igényléseket. A másik az úgynevezett szállítói előleg kérdése. Az Európai Uniós finanszírozások tekintetében egy nagyon komoly nehézséget okoz az utófinanszírozott rendszer, tehát elő kell finanszírozni ezeket a történeteket. A szállítói előleg az pont azt a lehetőséget teremti meg, hogy ezt a pénzt, illetve ennek a teljes pénzmennyiségnek a 30%-át hamarabb megkapja a pályázó, mint ahogy megkezdte volna a fejlesztést, tehát a támogatási szerződés aláírását követően, és ezzel a 30%-kal csak akkor kell majd elszámolni, amikor eljutott a pénzügyi elszámolás 70%-áig, tehát folyamatosan görgeti maga előtt ezt az előleget. Ez a pénzügyi segítség segíthet a projekteket előre lendíteni. Mit szól mindez, Varjú László? Ugye a kérdést talán bontsuk több részre. Ugye egyrészt, hogy hogy a számok azok legyenek visszaigazoltak, mert lényegében az előző kormányok, Gyurcsány bajnai kormányok a lényegében a pénz felét kötötték le. Az és 6%-et fizették ki. És azt jelenti, hogy 1400 milliárd forint akkor került akkor kifizetésre, 3800 milliárd forintra volt konkrét szerződés, és 4200 milliárd forint az, amire még pályázati kiírás is volt. Tehát lényegében az időszak felére a időarányásan lett elköltve, tehát én azt gondolom, ez teljesen Ez nem igaz. 5,5 milliárd forint per hét volt a kifizetési volumene az önök rendszerének. Ma jelen pillanatban ez a szám heti átlagot tekintve 35 milliárd. Heti szinten önök kötöttek 102 támogatói szerződést, ma ez a támogatói szerződés szám 205 darab per hét. Az ütközőben is én betartom a játékszabályokat, és ha befejezem azt, amit elkezdtem, van akkor abban, ennek is. Köszönöm szépen, akkor abban benne van az is, hogy a mintegy 24 ezer beadott pályázatból, projektkezdeményből 12 ezer pályázat az, ami támogatást is kapott. Így aztán előállt az a helyzet, hogy lényegében, mint ahogy említettem, egy korrekt átadás-átvétel történt időarányosan, egyidejűleg, de azt is látni kell, hogy azt követően érdemi új nagy dolog nem indult el. Ma azokat látjuk befejezni nagyobb volumenű projekteket, amiket akkor elkezdtünk. Ezek utolva bocsásson meg azt nyilatkozta Győri Enikő államtitkárasszony, hogy nem nagyon lehetett már változtatni, bár szerettek volna ugye 2010 után, mert ahogy ön is fogalmazott, egy rendszernek a közepén voltak. Hát csak ugye én egészen más ígéreteket hallottam, és de ezzel nem mást akarok bírálni, hanem önmagában azt szeretném egyértelművé tenni, hogy azok a projektek sokasága, amely Magyarország számára oktatáspolitikai szempontból utóbbi 100 év legnagyobb fejlesztését hozta, hiszen 365 iskola, óvoda épült meg ennek keretében, hogy az utak hálózatának kilométer ezrei új utak meg 20 éves elmaradottság után Magyarországot egy teljesen más dimenzióba helyezte, az állam a gazdasági növekedés feltételeit teremtette meg ennek keretében, és eleget tett annak a feltételteremtő szerepének, ami után már lehetett volna növekedni. Na most ugyanebben a kategóriában vannak az önkormányzatok is. És az ő munkájuk, amelyek jelentős része kapcsolódott a munkahelyteremtéshez, vagy egyébként más elmaradottság felszámolásához, ahhoz a szükséges források rendelkezésre álltak. A baj most azért adják vissza ezeket a pályázatokat, mert az önkormányzatokat kifosztották. Elvették tőlük a pénzt, nem maradt náluk az önrészre pénz, és ezért most a kormány nem tud más tenni, egy részét önerő alapként vissza kell adni, ezt helyesen teszi, mert különben egyébként az önkormányzatok nem tudnak fejleszteni, másik oldalról pedig lecsökkenti az önrész igényét bizonyos projekteknél 15% helyett 5%-ra. Hát, a pénzcsökkenés azért összefüggésben lehet azzal, hogy amire eddig költötték a pénz nagy részét, azokat a feladatokat az állam átvette. De ugye nem erről beszélünk, hanem például szennyvíz beruházásnál ott, ahol eddig a természetes személynek, az egyénnek többet kellett befizetni, most pedig olyan beruházások jönnek, amikor egyébként ez mondjuk úgy, hogy sokkal kevesebbet kell befizetni, akár egyénnek, akár pedig az önkormányzatoknak. Ami egyik oldalról persze helyes, mert mindenkinek, akinek kevesebbet kell eleget tenni, és ebből több pénzt tudunk felhasználni, az örülni fog neki, de a települések egymás közötti viszonyában ez nem teremt egészséges viszonyt. Mindjárt tovább lépünk egy témával, de előtt egy rövid reflexió Csepregi Nándortól. Azért azt látni kell, hogy 2010-ben egy determinált rendszert vett át a kormányzat, amihez részben volt lehetősége hozzányúlni.
Képviselő úr 2008-ban egy bizottsági meghallgatásán mondta azt, és most szó szerint idézek, hogy van olyan terület, amelyről a kormány saját hatáskörben dönthet. Az operatív programok közötti átcsoportosítás viszont brüsszeli egyeztetést igényel. Ön is tudja ezt, hiszen jól ismeri a rendszert, hogy ez milyen hosszú folyamat. Például 2011 végén kezdeményezte a kormányzat a közop, tehát ez a közlekedési operatív programból a átcsoportosításokat a környezet és energia operatív program irányába. Ez is egy egyéves periódus volt. Tehát 2010-ben egy determinált rendszert vettünk át, és ezt a rendszert kellett felgyorsítani. Abban semmi kétség nem fél, hogy ahhoz semmi kétség nem fél, és ebben igaza van képviselő úrnak. Számos támogatói döntés született akkor. Csak nézzük meg, hogy milyen projektek vonatkozásában, és milyen terhet rakott a kormányzat a mostani megvalósítási szakaszban a mai kormányzatra. Tehát akkor, amikor a teljes rendszerről beszélünk, akkor annak látni kell egyrészt az egymásból fakadó munka folyamatait, értelemszerűen, amikor indul a periódus, akkor sokkal több támogatói szerződés születik, és minél inkább a végén vagyunk, annál nagyobb a megvalósítás. Tehát ebben a tekintetben nincs közöttünk nézeteltérés szerintem, de azt is látni kell, hogy maga a rendszer az 2010-ben determinált volt. És ezt csak részben tudtunk hozzányúlni. Vagy László? Lelkesen jelentkezem itt, mert arra szeretnék visszautalni, hogy a rendszer kifizető képessége az időszak elején értelemszerűen alacsonyabb, hiszen akkor kezdenek még csak megvalósulni maguk a projektek, és egy veszély azonban az előbbi állításhoz képest még mindig fennáll. Ugyan nőtt a kifizetés sebessége, csak az a baj, hogy nem eléggé. És ráadásul az, ami kifizetés történik, az a korábbi döntésekből származó projekteknek a kifizetése, tehát az előző kormányok alatt született döntések után következik, és most, amikor hetente 50 milliárd forint feletti kifizetést kéne produkálni, ennek önök a 70%-át sem érik el. És ezzel azt akarom csak mondani, vagy arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy óriási a veszélye annak, hogy a Magyarország ezen rendelkezésre álló forrásokat nem tudja lehívni. És ezért ez a teljesítmény, amit ma ez a rendszer nyújt minisztériumtól, bizottságokon át, az NF-ün keresztül, pillanatnyilag alul teljesít, ennél sokkal többre van szükség ahhoz, hogy Magyarország ne veszítsen forrásokat, sem összegészében 7 év alatt, sem pedig az éves periódus tekintve. Részben egyetértünk, de azért azt is látni kell, hogy olyan projektek esetében született számos esetben támogatói döntés, ami a döntés meghozatalakor már szinte tudhatóan lehetetlenné tette a mostani kifizetést. Ezeket a projekteket kellett valahogy menedzselni, és ahhoz képest olyan állapotba hozni, egyáltalán beindulhassanak és kifizetéseket generálhassanak. Okay. Bocsát, lépjünk tovább, de Csepregi Nándornál marad a szó. Matolcsi György nemzetgazdasági miniszter tegnap azt mondta Hódmezővásárhelyen, a legkésőbb 2013 második felében elinduló gazdasági növekedés egyik jelentős forrása lesz, hogy a Nemzeti Fejlesztés Politikai Kabinet megmozgatta az uniós források dermet jéghegyeit. Kik és hol mozgatják az uniós forrásokat, helyettes államtitkár úr? Az előbb említett kabinet a miniszterelnökségen belül, önök a fejlesztési tárcánál, vagy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség? Nagyon szoros munkakapcsolat, amikor a fejlesztés politikai rendszerről beszélünk, akkor egy olyan rendszerről beszélünk, aminek nagyon sok szereplője van, és ezeknek a szereplőknek a feladata ez elhatárolódik. Miért van három? A fejlesztés politikai kormánybizottság, amelynek a miniszterelnök úr, Lázár államtitkár úr, Németh Lászlóné és Matolcsi miniszterek a tagjai, azok azt a döntési kompetenciát vonták magukhoz, ami korábban nagyon sok egyeztetést igénylő minisztériumok közötti döntéshozatal volt. Ez egy nagyon hosszú időt igénybe vevő folyamat. Ebben hoznak nagyon-nagyon gyors intézkedéseket. Egy érzékletes példa, amióta a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság működik nyár közepe óta, az idő óta nagyjából 3-4-szer több döntés hoztak, mint ezt megelőzően a úgynevezett közigazgatási államtitkári értekezletet. De volt miért? Valami nem működött az NF-nél, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, vagy a Fejlesztési Tárcánál? Ez nem a Fejlesztési Tárcási Ügynökség kérdése, hanem egy kooperáció a minisztériumok és a különböző döntéshozatali szervek között. A Fejlesztési Minisztérium és az emögött lévő Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pedig a végrehajtást intézi, kiírja a különböző pályázati konstrukciókat, megköti a támogatási szerződéseket, menedzseri a kifizetést. Tehát két különböző típusú feltételrendszerről beszélünk. Amit ebben a tekintetben fel lehet egy gyorsítani az intézményrendszer oldaláról, az megtörtént. Például 24 jogszabály helyett ma egyetlen egy kormányrendelet szabályozza a teljes fejlesztés politikai rendszernek a működését. Nem véletlen az, hogy nagyságrendileg 8-szorosára gyorsult maga a kifizetés üteme. Most már annak érdekében, hogy a projekteket meg lehessen valósítani, és a teljes keretösszeget le lehessen hívni, a projektek oldalán, tehát a pályázatok oldalán
kell gyorsítani, és ebben a tekintetben is hoz nagyon gyors és átfogó döntéseket a kormánybizottság. Varjú László. Ugye a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az előző kormányokban a Gyurcsány Ferenc vezette, és utána pedig Bajnai Gordon minisztersége alatt épült ki és alakult ki. Én azt gondolom, hogy egy világos, tiszta és koherens rendszer volt a tekintetben, hogy az amúgy egyébként bonyolult brüsszeli elvárásoknak is meg tudjon felelni, és Magyarország érdekeinek az érvényesítésére sok kerüljön. Azért az örök idejében is nagyon lassúak voltak a kifizetések, nagyon nagy volt a bürokrácia. Ez pontosan így van. Ebben az első időszakban kifejezetten egy határozott és a Magyarország érdekeit leginkább úgy védő, hogy ugye ott, ahol baj történik, akkor ott dupláját kellene visszafizetni, tehát ezt a bajt mindenképpen elkerülő rendszert létrehozott, majd azt követően pedig két lépés sorozatban igenis komoly adminisztráció csökkentő, gyorsító lépést hozott. De ez nem mentesít attól, és ebben államtitkár úrral egyetértünk, hogy ez nem mentesít attól, hogyha a pályázat kiírásra kerül, a pályázatot elbírálják, eldöntik, ezt követően a pályázón múlik, az, hogy ő mikor nyújtja be a számláit, hogy halad előre, és ez az egyik legnagyobb kihívás, és ebben kell segíteni őket. Ezzel együtt maga az intézményrendszer az bonyolultabbá vált. Én, hogyha most nagyon cinikus lennék, akkor úgy tenném fel a kérdést, hogy kik és hol mozgatják azt, hogy mindez a közgépnél kössön ki, azok a nagy beruházások, amelyek itt készülnek, legyen az vasút, vagy bármilyen más beruházás, de így az a 300 milliárd forintos tétel, ami például ebben az érdekkörben működik, ott bizonyára segíti az a tétel, amikor a Magyar Fejlesztési Banktól önmagában maga a közgép azért, hogy ezeket a projekteket tudja csinálni és bonyolítani, ebben a likviditása meglegyen, kap egy 38 milliárd forintos hitelt. Ez biztosan segítette őt, és egyébként ez előre viszi magát a kifizetési lehetőséget is, de én azt gondolom, hogy ez nem az irány, amit mi támogatni szeretnénk. Egy rövid reflexió Csepregi Nándortól. Az intézményrendszer egyszerűsítése tekintetében közreműködő szervezeteket vontunk össze és számoltunk fel. A korábbi intézményrendszer helyett ma nagyjából, és úgy megemelkedett, mondom, 8-szeresre a kifizetés, nagyjából fele annyi ember dolgozik, mint az önök idejében. De arról, hogy mennyire jó döntéseket hoztak különböző támogatások tekintetében, önök támogatták a Drégely-Palánki kutyafitneszt, vagy olyan teniszpálya beruházás Besencén, egy olyan településen, ahol összesen 45 ház van, 126 lakos és 16 embernek van munkája, 90%-os a munkanélküliség, 3 millió forint támogatásból építettek teniszpályát. Számtalan ilyen intézkedés nehezíti a rendszernek a mostani működését, nem is beszélve például a 40 centis bodrok keresztúli kilátóról. Biztos vagyok benne, hogy ebben a tekintetben hatékonyan tudták felhasználni a pénzeket. 40 millió forintba került. Egy rövid reflexió, Várjú Lászlótól, majd Csepregi Nándortól, az lesz az utolsó kérdésem, hogy mik lesznek a jövőben. Várjú László. Hogy mennyire szerencsés vagy nem szerencsés beruházások készültek, csak az elsőre és az utolsóra, mert ugye ezek valóban a sajtó többször megjárt említések voltak. Az egyik az a kutyafitnessnek az ügye, amiben azért csak tessék elgondolni, hogy igazából mi az, ami ott megvalósult. Egy nógrádi vállalkozó azt tette, hogy a vakvezető kutyákat és a rendőr kutyák rehabilitációját segítő megoldásra pályázott. Erre a nagyon értékes munkára akkor senki nem hívta a figyelmet fel, csak azt, ami a bulvár sajtóból átjött. A másik pedig ott nem az általam elmondottakat szeretném csak visszaemlékeztetni, hanem a polgármester úr felháborodására, ami az volt, hogy a falunak, a településnek mennyire szüksége volt arra, hogy egyébként az a kilátó. Szerintem még több szükség lett volna új munkahelyekre és prosperáló gazdaságra. Ezek szerint nincsen már időnk arra, hogy mi lesz a jövőben, és mi volt pontosan még az elmúlt 5 évben. Ez volt már az ütköző az uniós pénzek felhasználásáról, a kohéziós források lehetséges megszerzéséről. Vendégem volt Csepregi Nándor, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára, valamint Varjú László, korábbi fejlesztési államtitkár, a Demokratikus Koalíció politikusa.